Mert bizony, egyszer csak, mit hallják nyás válaszképpen. Neki áll, csembe, halló, azt mondja. Nem én csak egy százezernős vagyok. No, itt van a búrjában ez eset. Mátyás előkapt aranyfanyát, azt is a sok gaz mind lekaszabolál, és az öreg asszonyt megláttál. De az milyen régi öreg volt, s milyen rég egy helyben volt. Lábújkája között szilvafát. S hogy az Isten tudja mikor, neki fordult délnek, az áldott napfénynek, azt a fájos hátát jó zöld moha lepébe. Adj Isten jó napot, kedves nénikém! Fogadj! Adj Isten neked is, mi járod? Hát az fajt, hogy mitől élhetsz ilyen soká. És az öreg azt hinta a kezivel, hogy mondja mindjárt, de a másikkal egy fogát kitekeré, sup! Vígan elhanyítan. Aztán Lini kezd, mert valami őt is rendesen fejbe talál. Hát, mamikám, te esélysze! Persze, hogy csírok, mikor az öregmanyám kétpengősökkel hajnál! Kétpengősökkel, mint egy tányék, akkora volt az. Hát mondjuk régen nagy pénzek voltak ebben. Hát neked még én az öreg anyád, s kétpengősökkel hajnálódsz? Moldvávai, na Isten áldja nénikém! Mire a kódusnak az öregasszony csupor szilvát tőhet, mely fogfájásról jó, ez a mátyás kódus nagy sóhajdozva, a meredek felítőn kapaszkodott már. Itt vagyok Moldva, hát a hazavénye, itt van én valahol! Ne lásd magad, mert látlak! Pedig már 300 terek megértek! Teremtő egy Isten, persze, hogy itt van! Szem nem járja annyit a gaz. Mátyás előkapt aranykardját, nagy nehezen azt a sok gazt mint legaszabolál. Akkor az öreg asszony is kitetszett. De az milyen volt? Hú, az árnyéka árkot vágy körüle, annyiszor megkerülte már. Szemeit villával támasztál fel, lábújkáig között citrusfák, mellette képengős a oszlopban. Adj Isten jó estét, mámikám! Így köszönt Mátyás. Hát, mámikám, én vagyok a magának édes gyermeke. Őrözzön a Mária édes fia. Mihaj? Hát, kedves mámikám, hát engem csak az, hogy maga mit tészen azért a hosszú életéért. Ezt szeretném én tudni. Ezt szeretném én felgyűjteni. Mondom mindjárt. No. Hát aztán bakkecskét fejtni tudsz-e még? Hát, már nem nagy pásztor, tudom már lelkem, gyermekem. Annyi eszem húzsája talál marad még. Hát tetszel, öreg anyám, tudod én. Kössünk kontaktust. Én vagyok Mátyás király, amíg az én orcámat nem látod, addig senkinek el nem mond. Jó éj! Hát, megegyeztek. Mátyás, menjen a magos tetőre, Budára B. Udvar a pávait összetrombitálá, s mondja nekik. Aki három napon belül meg nem mondja, hol a hazavénye, s hosszú életének mi a kócsa, a mezőn találod lakot magának. No, ezeknek olyan szimatyú volt, hamar Moldvába valának, és kérdik az öreg asszonyt, hogy is találna lenni az a nagy öregség, hát, hogy ő bizony nem hal meg. Le kellett rakják. Már mondja is az öreg asszony. Ezek meg már rugattak is Búdára, s mondták, hogy... Ez a beszéd megmérgeli ám Mátyást, de felharagudott ám az öreg asszonyra is. Rugat Módvába. Nyanya,
abba egyezik, hogy míg az én képen nem látom, addig hallgatsz, igaz-e? Hát, ember kire képe, lelkem gyermek? Mutassa a vénasszony a csengő-pengő új szerzeményt. Hát az új képenlősökön bizony Mátyás király ábrazatja volt, mindegyiken. Hely, látom a te pipádba felhőszorult. Ha te aztán jól megfejted a bakkecskéket, tudod én mit? Gyere a tatai várba, csapjunk egy jó kerti mulatságot, ne törődj, mert lesz piros bor, fehér kenyér a gyógyvászon, szép kerti pázsitom. Hamar meg is egyeztek, Isten segedelmével, erős lovakat fogtak, spanyolatos patlanyos hintól, emberestől, pengőstől, vitték anyát a gyerektetőre fel, tatára le. Látásáért, szeme feltámasztásáért vele vitték a villát is, arra a nagy kerti mulatság. Mire a nap is leágazott, az öregasszony árnyéka és az árokból valahogy kikörbönködött volt, hip-hop, a nyanya után vezeti magát. Csak a citrus maradott. Tatára érkezvén küldetség járul Mátyás elé. A kocsi szekeresek, kerékgyártók, kovácsok, kocsisok, bognárok egy új találmánnyal álltak Mátyás elé. Az új kocsi gyors volt, akár a szél, ringatta utasát, hogy a bölcsősen különben. Mindannyian kocsi szekerekre ültek, s meg sem álltak kocsit. Ott megrendezték a kerti mulatságot. Három nap, három éjjel folyt a bor, fogyott a pecsenyek a friss cipóval. Táncoltak ott öregek, fiatalok. Mátyás gazdagabb lett egy eszes találmánnyal, mi pedig ezen történetekkel. Én is ott voltam. Még most is törögetem a bajszamat, a jó magyaros pörkök után. Aki meg nem hiszi, az járja utána. Thank you.
hétről betopant az életünkbe. Folyamatosan maximumon van. Rengeteg közös emlék nincs lehet az idő alatt. Szúnyog puszta jelzőtáborokban, az erdei utakon, a fellépéseken és a próbákon. Ha esik, ha fúj, ő mindig itt van. Nincs számára lehetetlen. És lassan a mozdonyvezetőket név szerint ismeri. Kívánjuk, hogy a lelkesedésed és a kifogyhatatlan energiád töretlen maradjon, és reméljük, hogy még sokáig erősítő csapatunk lehet. Nagyon még azt szeretném ezt hozzátenni, hogy végtés Viola Felcsútról jár ide, és Budapestről, tehát Budapesten tanul, Felcsúton él, és gyakorlatilag mi fejet hajtunk az előtt a kitartás előtt, amivel ő ezt hetente, sőt amikor ahányszor kell, ezt mindig megteszi, és itt van mindig, és ő az első, és ő az utolsó, aki hazamegy, és az ő nevében is szeretnénk már köszönni az Etéről járóknak, a Csépről járóknak, valamint a Körnéről járó táncosainknak. És magunk nevében szeretném megköszönni Móninak és Matyinak az egész éves munkájukat, és azt, hogy mindig is együtt táncolhatunk, nagyon jó hangulatú próbákon vehetünk részt, és ezt a sikereket, amiket elérünk, ezt mind-mind nekik köszönhetjük. Szép vasárnap délutánon velünk töltötte ezt a kis időt, és köszönjük szépen!